Közeleg az általános iskolai beiratkozás ideje, 5715 első osztályos kisdiákot várnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolák a 2016-17-es tanévben. Szabad iskola választás van, nem csak az állami iskolákba irathatják be gyermekeiket a szülők, az elsősök 10-15%-a egyházi fenntartású intézményekben kezdi meg tanulmányait országos szinten. A Máté Szalkai Képes Géza általános iskolában 3 elsős osztály indul, 70 gyermekkel. A szülők nyílt napon pillanthatnak be az iskola életébe. Személyesen sikerült a tanítónénikkel megismerkedni és közeli kapcsolatot kialakítani, éppen ezért nem csak az iskolát, hanem a tanítónéniket is választottunk. Az iskolák általában a kötelező oktatáson túl valamilyen pluszt is szeretnének nyújtani. Nagy teret adunk az együtt mozgásnak. Ennek keretében úszást oktatunk, lovaglási lehetőséget biztosítunk, rendszeresen megrendezzük a sport- és egészségnapunkat. Ezen túlmenően nagy teret engedünk a művészeti oktatásnak, ezen belül több mint egy évtizedes hagyománya van már nálunk a néptáncoktatásnak, ettől a tanévtől kezdve a hangszeres zeneoktatást iskola falain belül oldjuk meg. Az utóbbi években emelkedett az egyházi fenntartású iskolába járó gyerekek száma. A nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus iskolában 60 elsős kezdheti meg tanulmányait a következő tanévben. Leginkább az iskola küldetése és feladata megtanítani a gyermeket írni, olvasni, számolni. Tehát alapfokú iskolában, első osztályban. Ezért első osztályban 9 magyar órát adunk, másodikban pedig 5 matematika órát. Pontosan azért, hogy a szorzótáblát tanulják meg, az alapokat igyekszünk elősen lerakni, és harmadik osztálytól lép be az idegen nyelv, informatika és egyéb tárgyak. A lakóhely körzetében lévő iskolának kötelessége felvenni a gyerekeket. Az általános iskola felvételi vizsgát nem írhat elő, alkalmassági vizsgára van lehetőség ott, ahol valamilyen tantárgyat emelt szinten oktatnak. Az elsősök beiratkozásának hivatalos időpontja április 14-e és 15-e reggel 8 és este 7 óra között lesz. Folytatjuk a témát itt a stúdióban. Köszöntöm Siposkun Kötönynét, igazgatót, a Jókai Mór Református Általános Iskola igazgatóját. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Az az igazság, hogy az elmúlt hetekben és az elmúlt napokban, de talán még a mai napon is a szülők és a közvélemény figyelme elterelődött arról, hogy a következő hetekben, következő napokban az első gyerekeket be kell iratni az általános iskolába, mert hogy mindenki az oktatási rendszerrel van elfoglalva, azt minősíti jónak, rossznak, illetve ki mit mond, hogy változtatásra szorul vagy sem. Én azt olvastam az elmúlt napokban az újságok hasábjain, hogy az egyházi iskolák most a nyugalom szigetének számítanak ebből a szempontból. Miért? Hogy gondolja ez? Ez legyen így. Én is ezt gondolom, hogy van egy bizonyos lehetősége az egyházi iskoláknak, hiszen az a fajta központosítás, amit tapasztalunk az állami iskoláknál, azért ez nálunk csökkentetten jelentkezik. Vannak természetesen központi felügyelő szerveink, de az az önállóság és az a szabadság, amit akár egy intézményvezető, akár egy tantestület megélhet a mind hétköznapokban, az bizonyos nyugalmat vagy biztonságérzetet is adhat. Hogyha megnézzük azt, hogy az egyházi iskolákba járó gyerekek száma az elmúlt években emelkedett, ez a 10-15%, amit én az imént olvastam, ez országos szintre vetítve igaz, akkor mi igaz ebben a régióban? Azt gondolom, hogy talán ránk is vonatkozik, hanem nagyobb az arány. Igazából nem tudom a statisztikákat. Én élem a hétköznapokat, keresett az iskolánk, és azt is tudom, hogy más egyházi iskola is keresett. És nagyon sok oka, és nagyon sok tényezője van, és nincsen feltétlenül legfontosabb tényező, hanem az a, én H-betűsöknek szoktam mondani, az a harmónia, hitelesség, hit, hűség, ami egy csokorban fogva, azért ez kivetítődik mind a hétköznapokra, mind a szülőkre, mind a családokra. És ráadásul még az a hármas egység, hogy család, iskola és egyház, ez mindig stabilabb, mert hogy mindegyik nagyon fontosnak tartja azt a kis gyermeket, aki éppen most elindul a nagy-nagy tanulás útján. Ez egy nagyon nehéz döntés a szülőnek, nagyon sok mindent mérlegre kell tenni. Ön szerint mi a legfontosabb, amit ilyenkor mérlegelni kell, vagy hogyan választanak a szülők is? Nagyon nehéz, látom. Először is óriási a kapcsolati része, kapcsolat
akár az iskolával, akár a vezetővel, akár a tanítókkal, akár a munkatársam, hova viszi a gyermekét, vagy hol tanulnak, és nagyon-nagyon korán elkezdik a szülők a tájékozódást, hogy melyik iskola is a legjobb az ő csemetéjüknek. És ezt tegyék is meg, hiszen a legfontosabb kincsünk. És nagyon fontos, hogy kezdi. És mint ahogy módszerek jönnek, módszerek mennek, vannak bizonyos stabil dolgok, de az a legfontosabb, hogy ki tanít és hogyan tanít. Tehát a személyfüggőség vagy a személyiségnek, a tanító személyiségének és egyáltalán a tantestület összetételének a fontossága az úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb. Ezért, hogy az a tanítónéni, aki ugyanúgy szereti a gyerekét, ugyanúgy, és meg tudja tanítani, írni, olvasni a hogyanságával, a módszereivel, mert hát válogattunk a módszerek között, természetesen használjuk, és az a fontos, hogy hogyan adja át. És ha ez sikerül, és megtalálják a hangot, akkor nyert ugye van a gyermeknek. Ugye, hogyha már említette a módszereket, és akár a tananyag tartalmát, és a tananyag mennyiségét, akkor e tekintetben is vannak hangok, vannak kritikai észrevételek. Miben és hogyan változott a módszertan, hogyan épül föl az alsó tagozatos, mert ugye nem csak az első osztályról kell beszélni, hanem egymásra épülő évfolyamokról van szó, tananyagtartalom, és milyen a tananyag mennyiség? Változik minden nap. Nem a tananyag mennyiség, nem a módszerek változnak, az alapvető, a hagyományosan jól bevált módszerek azok még mindig működnek. De ahogyan a világ változik, ahogyan az információ változik, ahogyan az informatika változik, és a gyerekek már számítógéppel a kezükben születnek meg, ezért követni kell mindannyiunknak ezt a fajta lehetőséget, és a módszereket ezek felhasználásával, akár interaktív módon, akár interaktív módszerekkel kiegészítve, de mindenképpen haladni kell a korral. És a gyermek az nagyon szivacs, és nagyon tájékozott, és már otthon is tájékozott, tehát a módszerek, amivel a tanítónéni tanít, azoknak a legújabbaknak kell lenni. Ez az elsődleges szempontja a gyermeknek, aki beül az iskolapadba ezek szerint. És a nem feltétlenül az elsődleges szempontja, de fontos szempont ahhoz, hogy jól érezze magát az iskolába, és megtanulja nem csak írni-olvasni, hanem a tananyagot, szelektálni tudja használni okosan a számítógépet, és megfelelően neveljük az életre, mind lelkileg, mind tanulmányilag, mind egészségileg. Még néhány szót váltsunk arról, hogy a beiskolázás időszakában fontos kérdés, hogy hány évesen menjen a gyerek iskolába, hány éves kortól kötelező, ezt mindenképpen érdemes tisztázni, és mit jelent az iskolai érettség? Már nagyon rövid időnk marad, de szerintem ezt még fontos eljutatni a szülőkhöz. Igen, ez egy nagyon kényes kérdés, hiszen évek hosszú sora, most már tényleg évtizedek óta, 7 évesen jönnek a gyermekek. És hiába jött be a törvény, hogy 6 évesen, ez egy nagyon-nagyon képlékeny dolog, és még most is jellemző, nagyon kevés gyerek az, aki nem töltötte be a 7 évet. És azt gondolom, hogy a szülőknek is ez óriási dilemma. Van, amelyik 6 éves gyerek már kimondottan tudja azokat az akadályokat vanni, ami egy iskolában, a 45 perc, a szünetek, a tanulnivaló, a felkész, a házi feladat, de egy év az nagyon sokat számít. Tehát akkor azt javasolják, hogy 7 évesen is elletkezzen, mert nem tudunk javasolni, ez mindig gyereke válogatja és családja válogatja. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzá, hogy beszélgetettünk ebben a témában, és sok sikert kívánunk önöknek, a gyerekeknek is. Köszönjük szépen, Áldás Békesség.